És ahogy ígértük, folytatjuk a mokát, vendégünk a stúdióban Bud Spencer unokája Carlo Pedersoli. Jó reggelt, köszönöm szépen, hogy itt van. Mindjárt beszélünk arról, hogy miért van itt, de előtte engedje már meg, hogy eláruljam önnek, biztos nem tudja, Magyarországon bármikor vetítenek Bud Spencer filmet, bármelyik tévécsatornán, az mindig a legnézettebb műsor, nem fogja elhinni, 68-szor meglátjuk ugyanazt a filmet, és mindenki tátott szájjal nézi. Azért ez egy nagy dolog, nem? Igazi öröm számomra, nagyon lelkesítő ezt hallani. Tudom, hogy nagyon szeretik itt Magyarországon, és örülök neki. Mesélj már egy kicsit a nagyapjáról, hogy milyen ember volt. Tényleg az a fajta szelíd ember volt, aki minden egyes Bud Spencer film végén látható volt, aki nyugodtan leül, eszi a hagymásbabot, és olyan boldogan megváltva a világot, úgy el van a maga kis környezetében. Sierra. Igen. Esattamente come nei film. Pont olyan volt, mint a filmekben. Egy igazi szelíd ember volt, nyugodt ember volt, és nagyon alázatos. Mindenki szerette, népszerű volt. Bárki, bármilyen ember szerette őt, amilyen volt. Számomra Carlo Pedersoli, mármint hogy Bud Spencer igazi arca akkor jött elő, amikor már élete végén ezekben az interjúkban láttam, amit a saját lakásán adott több magyar televíziónak is, és tényleg az a végtelenül kedves öreg bácsi volt, aki büszke volt arra, hogy valaha vízilabdázott, büszke volt arra, hogy filmeket csinált, és úgy szerette, úgy örült az életnek, szeretett élni. Tényleg ilyen volt? Sì, assolutamente. Lui prima del cinema veniva allo sport. Mielőtt a film jött volna, a sport volt számára az első. Mi sento molto onorato di essere sportivo come lui. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én is sportoló vagyok, mint ő. E passa film che ha fatto. Mielőtt több száz filmet csinált volna, az valóban a vízilabda volt és a sport számára. Ő mit sportol egyébként? Ne haragudjon, ezt nem tudom. Io pratico arti marziali miste. Én MMA-s harcos vagyok. Ez egy mixed martial arts. Kevésbé durva, mint amennyire kinéz. Úgy tartják, hogy ez egy nagyon durva sporti ketrec harc. De ez tulajdonképpen megint csak két atléta viaskodása, és ugyanúgy harcolnak sportszerűen, mint minden más harc. Hát, hogyha megenged egy vallomást, ki nem néztem volna önből, hogy ön ketrec harcot üz. Ez is egy végtelenül szelíd, kedves, normális ember, itt már a reklámszünet alatt beszélgettünk egymással. Nem gondoltam volna, hogy ilyen vad dolgot tűz, de hát ezek szerint ez is csak egy látszat. És mondja, ő inkább, már mint Carlo Pedersoli az idősebbik, inkább a vízilabdában találta meg az életét, vagy inkább a színészetben? Miket mesélt önnek, mint unokájának? Lui assolutamente lui per lui la sua vita era lo sport. Elsősorban a sport volt az ő élete. Vite parallele, quella da sportivo. Két párhuzamos élete volt. Az egyik a színész, a másik a sport. De mindig inkább sportolóknak tartotta magát, mint Terence Hill viszont színész. Io faccio l'attore, lui è un attore vero. Ő mindig azt mondta, hogy én úgy csinálok, mint a színész, viszont a Terence Hill egy igazi színész. Ő inkább mindig a sportra volt büszke. Questa è la prima cosa. Ez volt az első számára. Először sportol, aztán szín. Ön egyébként nem akar színészkedni? Ha már ketrec harcot űz, akkor vihetné tovább a nagyapai örökséget ilyen szempontból. Non è detto che domani. Nem, de lehet, hogy egy holnap, valamikor majd én is megpróbálom. Lehet, hogy kipróbálom itt. Mit gondol egyébként itt, ahogy a felvezetőben mondtam, miért szeretheti a néző ezeket a tipikus Bud Spencer filmeket? Mi lehetett ezeknek a filmeknek a titka? Ci sono due vie di pensiero. Allora, una è che lui comunque sia qualsiasi cosa faceva, la faceva bene. Bármit csinált, jól csinált. Egyszerű gesztusokkal, egyszerű mimikával. Faceva ridere, faceva prendere. Megnevettette az embereket és megragadta a közönséget. A másik, hogy minden jól sikerült neki az életben. Pratica 100 ore di volo e diventa pilota. Ha 100 órát repül, akkor pilota lesz. Hogyha boxol akart volna lenni, akkor boxol. Bármit csinálta, mindig sikeres volt, ez hihetetlen volt. És hogyha a színész akart lenni, akkor színész lett, hihetetlen tényleg. És aztán még egy olimpiai úszós érmet is nyert. Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy még érmet is nyert. Tudja, még mire gondoltam? Még arra gondolhattam így a filmek sikere miatt vagy okán, hogy ezekben a filmekben igazán látványos erőszak sohasem volt. Tehát soha nem halt meg senki, soha nem folyt olyan módon vér, ahogy a mostani, a mai erőszakos filmekben, és lehetséges, hogy ezért még az én gyerekeim is ülnek a tévé elé, és csak bámulják, hogy ő az a Bud Spencer, akit mi imádunk.
Assolutamente sì, questa è una, diciamo, una per me delle chiavi del tuo successo. Ez az egyik lui diceva sempre che qualsiasi persona che lavora vuole rivelarsi con il suo capo, no? Amikor azt mondta mindig, hogy aki dolgozik, mindig meg akarja verni a főnökét, valahogy ki kell adni ezt magam. De valóban ez az erőszak soha nem volt véres. És azt mondta nekem, ott hagytam a boxot, mert nem voltam erőszakos, mert ő egyébként boxolt is, és nem tudtam igazán erősen megütni az ellenfeleimet. Ugyanúgy a filmében nem volt igazi erőszak, és nem is vágyott senki. Senki erre a véreskedésre is, és soha nem is mutatták. Csak az volt benne, hogy inkább egy ilyen nevettető momentuma volt ezeknek a filmeknek a veregedéseknek. Carlo, nagyjából 2 percünk maradt. Egy ősbemutató kapcsán tartózkodik most ön Budapesten, minthogy filmzenéket mutatnak ma be egy hatalmas show keretében, nem csak Bud Spencer filmeket, mindenféle ilyen klasszikus vadnyugat és egyéb filmeket. Mitől lesz ez egy grandiózus show? Mitől jó az, hogyha az ember csak filmzenéket hall egy zenekartól? Sarà sicuramente bello perché azt hiszem, hogy mindenképpen szép lesz, mert egy kicsit újra át lehet élni, amik a filmnek az érzései volt. Nagyon fontos része a zene a filmeknek, nem csak a Bud Spencer film. Az összes filmben van, és a filmjében fontos zenék vannak, és ismert zene. Én azt hiszem, hogy lelkesítő lesz minden őt szerető embernek. Nagyon sokan szeretik Magyarországon, és tudom, és köszönöm Magyarországon, országnak, hogy ilyen melegen szeretik őt és fogadják őt. És azt hiszem, hogy ezekkel a zenékkel, ezzel a showval újra átélhetik, amit most már soha. Hát nem tudjuk nem szeretni. Tényleg nagyon szeretjük Bud Spencert. Még egy nagyon rövid kérdés, hogy ez látványos show lesz, tehát tulajdonképpen amikor megy a filmzene, akkor látunk a filmből majd részleteket? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Azt hiszem, hogy igen, mert hallod ezeket a zenéket, akkor valamivel összekapcsolhatod ezeket a filmeket, és biztos, hogy az ő képeivel is fogunk találkozni, úgyhogy én biztos, hogy nagyon fogom élvezni. Szerintem mi is nagyon fogjuk élvezni. Carlo, nagyon szépen köszönöm. Még egy nagyon gyors kérdés, hogy ön is szereti hagymás babot? Sí. Köszönöm szépen. Grazie a voi. Köszönöm.